Áldás békesség, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A mai nap délelőtt egy nem mindennapi rendezvényen vehetünk részt itt a Szent Ipál idősek otthonában, mégpedig azért nem mindennapi, mert hogy az Adj egy órát az aktív időskorért elnevezésű programot szerveztük a mai napra ide önöknek az idősek otthonában. A program főszervezője a Jász-Nagykun Szolnok megyei család esélyteremtő és önkéntes ház, akivel karöltve ezt az egész délelőttöt megvalósítjuk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai nap itt az intézményünkben nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök urat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves feleségét, nagy tiszteletű Mihalináné Lipták Judit lelkészasszonyt. Égerné Tamás Anna Mária főigazgatóasszonyt a Mezőtúri Református Kollégiumból. Kedves férjét, Éger Ádám lelkész urat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Herceg Zsolt polgármester urat. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kis Mártát, elnökségi tagot, a Jász-Nagykun Szolnok megyei család esélyteremtő és önkéntes háztól. Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves önkéntesünket, akik a mai nap részt fognak venni ezen a szép délelőttön. Elsőként szeretném felkérni nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök urat igei köszöntése megtartására. Kedves testvérek, a többiek gyönyörű szép verseket hoztak ide, erre a délelőtre. Én pedig nem szép irodalmi verseket hoztam, hanem ige verseket a Szentírásból, mégpedig a Zsoltárok könyvéből, talán a legszebb költemény a Szentírásban, a Zsoltárok könyvéből is a 108. fejezetet, annak első hét versét. Dávid Zsoltár éneke. Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket. Így legyen. Amen. Nagyon szépen köszönjük lelkész elnök úr igei köszöntését, és most pedig szeretném felkérni Kis Mártát, elnökségi tagot, hogy mutassa be nekünk, hogy miről is fog szólni pontosan ez a mai nap. Jó napot kívánok! Kis Márta vagyok, Szolnokról érkeztem a család esélyteremtő és önkéntes háztól, ahogy ezen a gyönyörű mulinón is látható. Nagyon szépen köszönjük az egyházközségnek, hogy befogadták a rendezvényt, köszönjük az intézménynek, hogy befogadták a rendezvényt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ismételten köszönjük, hiszen 2 évvel ezelőtt már voltunk ebben az intézményben egy más típusú, de szintén önkéntes programmal. Nem véletlen, hogy mindig önkéntes programmal jövünk, hiszen az intézmény filozófiájához is rendkívüli módon illeszkedik. Illetve a mi feladatunk, sok-sok tevékenységünk között pontosan az, hogy az önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan egyfajta szemléletformálást, társadalmi szemléletformálást végezzünk. Ennek az a lényege, hogy olyan akciókat próbálunk megvalósítani, amelyek valamilyen módon információértékkel bírnak. Itt helyben fontos emberek, intézmények csatlakoznak hozzá, és ezáltal hírét viszik annak, hogy az önkéntes tevékenység él, létezik, és hogy lehet hozzá csatlakozni. A múltkor, ha szabad így mondanom, egy Mesélj egy szép történetet című akcióval voltunk itt az intézményben, talán van olyan, aki azon is itt volt.
Ez egy picit más jellegű. Mi arra vállalkoztunk, és igazából mi csak a gondolati hátteret adjuk mindig, és a programgazda ugyan mi vagyunk, de a házigazda az, ez az intézmény. Tehát az idősek otthona az, aki valójában ezt a programot megvalósítja, és a hátteret hozzáteszi. Tehát arra vállalkoztunk, illetve arra gondoltunk, hogy az önök számára olyan programokat hozzunk, illetve olyan önkénteseket szólítsunk meg, akik a saját érdeklődési körüknek megfelelően időt, élményt ajándékoznak, és egy órában önökkel lesznek, egy picit mássá téve ezt a mai délelőttöt. Én ehhez a délelőtthöz kívánok jó szórakozást, jó időtöltést, és remélem, hogy ez a program itt Mezőtúron tovább viszi az önkéntességnek a jelentőségét, és további programokkal még megjelenhetünk a térségben. Az elején kellett volna mondanom, de engedjék meg, hogy még a végén tolmácsoljam dr. Nagyné Varga Ilona igazgatóasszony üdvözletét. A szervezetünk vezetője is ennek a programnak is a vezetője, de sajnos más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott most megjelenni ezen a rendezvényen. Én köszönöm, hogy önök vállalkoztak erre, hogy befogadják az önkénteseink által kínált tevékenységeket, és mindannyiunknak kellemes időtöltést kívánok. A mai nap forgatókönyve az úgy fog történni, hogy én most megkérem azon kedves önkénteseinket, akik egy kis verssel készültek, hogy mondják ezt el nekünk, és utána, ebéd után pedig az aulában lesz lehetőség arra, hogy kézműveskedjünk egy kicsit, hogy azon részt tudjanak venni, akár lehet játszani, lesznek különböző játékok, van két óvónő kolléganőnk, akik szintén mint önkéntesek vannak itt velünk, és ők készültek azzal, hogy különböző kézműves termékeket fognak csinálni önökkel, és velünk együtt. Úgyhogy először kérem önöket, hogy fogadják nagyon nagy szeretettel az önkénteseinket. Először is szeretném felkérni polgármester urat, mint önkéntesünket, hogy mondja el nekünk azt a szép verset, amivel a mai napra készült. Mielőtt elmondanám a verset, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat, természetesen a fenntartó jelenlévő képviselőit is. És hát el kell, hogy mondjam, hogy legutóbb is, és most is nagyon nagy örömmel veszek részt ebben a kezdeményezésben. A szervezőknek köszönöm a szervező munkáját, és további sok sikert kívánok. Mezőtúrváros önkormányzata mindig is nagyon nagy jelentőséget tulajdonított az önkéntességnek, úgyhogy ezért is csatlakoztam magam is örömmel ehhez a kezdeményezéshez, és vagyok itt a mai napon. Kérem, fogadják szeretettel ezt a verset. Aranyosi Ervin, az élet szép. Minden nap újra ébredünk, s a nagyvilágba révedünk. Újabb utunkra indulunk, túdolva szép, bevált dalunk. Minden nap újra kezdjük el, ilyen az élet, menni kell. Előre nézni, s tudni azt, a múlt sosem jelent vigaszt. Ne nézz hát vissza, nem szabad, nehezen vonszolod magad, a tegnap súlya válladon, minden lépésnél hátranyom. A mában élj, és lásd csodát, élvezd virágok illatát, a nap az égről rád nevet, melengeti a lelkedet. Végy észre apró örömöt, hétköznapodba költözött, vidító szép varázslatot, egy kedves embert, állatot, virágokat, patakot, fát, a szerelmet, ha rád talált, s mindent, mi jól esik neked, élvezd az egész életet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.
Nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak ezt a nagyon szép verset. Most pedig szeretném felkérni nagy tiszteletű Mihaly Náni Lipták Judit lelkészasszony, hogy ő is mondja el nekünk. Áldás békesség! Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai délelőttön. Én megvallom őszintén, hogy nem a régi korok költőitől hoztam ma verseket, hanem én egy kortárs, egy ma élő költőt szeretnék megismertetni itt. Az ő neve Lackfi János. Ő kissé talán nyersen és ironikusan ír, de csupán azért, hogy egy picit kibillentse a hallgatóit, azért, hogy utána ő is fontos, megszívlelendő tanulságokat helyezzen a szívünkre. Igazából kettő verset hoztam, nem tudtam eldönteni, melyiket mondjam el, ha megengedik, elmondom mind a kettőt. Jó? Az első versnek a címe Buta felnőtt. Fiam csupa érdekeset kérdezget tőlem, ám de sajna a választ sokszor nem tudom, hisz nem vagyok csupán az apja. Gyorsabb az áram, mint a fény. Mi módon hasad az atommag? Miért kristályos a hópehely? Hány kráter borítja a holdat? Lézert hogyan csinálnak vajon? Mi vezeti len a vakondot? Hogyan mérik a fényéveket? Mindenre én semmit sem mondok. A sok felnőtt egyre butább, és nem is értik a világot. Egyszerűen élnek bele, a legtöbb még bacillus se látott. Abban bízom, hogy a fiam megtudja majd az összes titkot. Fel és lemászik mindenhová, vulkánt Marsot kopogtat, kip-kop. Mindent megmér, és összeír. S ha még élek, elhozza hozzám több koffernyi jegyzeteit. Csak hogy addig se unatkozzam. Majd egymás mellé leülünk, lábunk ázik a világvégi tóban, és a fiam nekem a mindenséget elmeséli. A másik versnek nincsen címe, mert hogy ez egy bibliai történetre íródott gondolatok, Illés prófétához kapcsolódóan íródott ez a vers. Azt mondta Illés, kőgazdaggá teszlek. Aranykártyád egyenlege az egekig ér. Adok szupermarketet, tévécsatornát, helikoptert, luxusjaktot, ámul majd a világ, mekkora próféta vagy, mikor beszállsz a csillivilli kabriódba? Ja, nem. Azt mondta, nem lesz semmid. Mégis meg lesz mindened. Hollók hoznak neked enni, patakból iszol, s mikor kiszárad, a téged befogadó szegény asszony utolsó lisztjét, olaját megszaporítom. Sose fogjon el. A fia haldokolni fog, de te meggyógyítod. Amikor téged halálra keresnek, olyan ételt kapsz, amitől 40 éjjel és 40 nappal menekülsz, s nem gyengülsz el. Sorry, de nem problémamentes életre hívlak. Nem arra, hogy távkapcsolatban éljetek velem és egymással. Nem arra, hogy minden hó végén elutaljam nektek a kegyelmet. Ti meg visszautaljátok a hálát. Nem várható biztonságra, hanem váratlan titkok sorozatára. Arra, hogy minden egyes napi szükségleten keresztül egyre mélyebben szerethessük egymást. Szerethessétek egymást. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük lelkészasszonynak a szép történeteket, és most pedig szeretném felkérni nagy tiszteletű Igeni Tamás Anna Mária főigazgatóasszonyt, hogy ő is mondja el nekünk, amit mai nap hozott.
Szeretettel köszöntöm én is kedves valamennyiüket. És az előző vershez kapcsolódva én is egy bibliai témájú verset hoztam, ez viszont újszövetségi. Picit először a történetről, bizonyára mindannyian tetszenek ismerni a 38 éve beteg ember történetét, akiről a János evangéliuma ír. Ez a beteg ember a Betesda partján feküdt, maga tehetetlenül, 38 éve volt már beteg. És arra vár, hogy egyszer ő is bejuthasson a vízbe, amikor Isten angyala rászáll a Betesda tavára, mert hogy azt mondják, aki először belelép a vízbe, vagy odaér, az meggyógyul. De ő elmondja azt a mondatot, ami szerintem a Szentírás legszomorúbb mondata, amikor azt mondja, hogy nincs emberem, Uram. Nincs, aki segítsen nekem. Nincs, aki engem odavigyem. És akkor Jézus megkérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni? És meggyógyítja őt. Erről a történetről ír egy verset, Reményik Sándor, ezt szeretném most elmondani. Reményik Sándor a Betesda partján. 38 esztendeig volt beteg. 38 év. Ó, idő rengeteg. Ó, csiga lassan kúszó nappalok, ó, vége várhatatlan éjjelek, ó, zaj, mely őrít, ó, csend, mely gyötör, ó, tehetetlen kín, maró csömör, ó, nagy alkalmak örökre múlása, kis édes percek tovasuhanása hasztalanul, megfoghatatlanul. Hiába termett datoját a pálma, s hajtott ki az olajfa vigaszul. 38 esztendeig volt beteg. Mindenki terhe, magának teher. 38 ólomlábú év alatt a fátum mindent elcserél, kever a lélekben, a mély műhely homályban. Ez a szív kővé keményedhetett. Túlcsordulhatott alázatosságban. 38 esztendeig volt beteg. Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle. Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre. Ha volt önérzet benne, rongyá válott. Ha volt szikladac, finom porrá málott. Feküdt a tóparton, s a tóba nézett. A tó. Ez volt az egyetlen igézet. A tó. A Betesda. A gyógyulás. Leszállani szent, megszállott vizébe, mikor rájön a nagy háborodás, mikor rászáll az Isten angyala, súlyos tárnyával sújtja a habot, s gyöngybuborékként a titkos mélyből fakadnak a megmentő balzsamok. A tó közel volt, s mégis messze volt. Elérhetetlen, mint a csillagok. A többiek mégiscsak lejutottak. Lejutottak a bénák, a vakok. Valaki vitte, támogatta őket. Hadd lépjenek a vízbe legelsőnek. S ki soká tűrt, sokáig vérezett, egyszer mégis elsőnek érkezett. Csak ő nem érkezett oda. Nem volt ki támogassa, levigye. Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen, oly bűnös, élő halott teteme, hogy ember erő el nem bírta többé. Elmúlt megint a szent háborodás, a nagy alkalom, a boldog varázs. Elszállt megint az Isten angyala. A halott öröm utolsó leánya, a halvány zöld fürtű tündérremény, az is a világ végére szökött. Élet, ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a Betesda fölött. De másnap reggel Jézus arra jött. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük lelkész asszonynak ezt a nagyon-nagyon szép történetet, és felkérem nagy tiszteletű Éger Ádámot, hogy ő is mondja el, hogy mivel készült mai napra nekünk. Áldás békesség, én is köszöntök mindenkit.
Én is két verset hoztam, de csak az egyiket fogom elmondani, a másikat majd jövőre. A vers, amit szeretnék most felolvasni, illetve elmondani, az a kedvenc költőmtől, Radnóti Miklóstól. Az egyik talán legismertebb verse, és úgy kezdődik, hogy nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnek-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, és ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, és tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyok a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll felébe, annak térképe táj, és nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett érkép, gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. A gyárat lát, az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. És mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. És a bakter előtte áll, s üzen, pirosló zászló kezében, körülötte sok gyerek, és a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, és az iskolában menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, ittek ő. De föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol, s miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke újja. S folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó égi felleg. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük nagy tiszteletű Éger Ádám lelkész úrnak a gyönyörű verset, és most pedig elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor is a déli ebéd fog következni. Ebéd után pedig az aulában lehet önkénteskedni, mégpedig különböző kézműves foglalkozások lesznek. Az önkénteseink ezen a kézműves foglalkozásokon Bányainé Nagy Mária főgondnokasszony, akinek szintén nagyon örülünk, hogy itt van velünk, nyugodtan tessenek megtapsolni. Dr. Barancsi Ágnes is itt van velünk, aki szintén részese lesz. Illetőleg Ács Mária Marianna óvodapedagógus, és Nátházi Károlyné óvodapedagógus szintén itt lesz velünk, és ővelük fogunk tudni együtt kézműveskedni.